Közvetjük Önöket járatunkon. Kérem, kísérjék figyelemmel biztonsági tájékoztatónkat. A részti járatokat exit felirat jelöli. Ezen a gépen 8 részti járat található. 2 részti járat a kabin elején, 4 részti járat a kabin közepén, 2 részti járat pedig a kabin végén. Vészhelyzet esetén hagyják át a csomagjaikat, és kövessék a pandék rénysort, amely megmutatja az Önökhöz legközelebb eső kijáratot. Kérjük, jegyezzék meg az Önökhöz legközelebb eső kijáratot, figyelembe véve, hogy ez akár Önök mögött is lehet. Most bemutatjuk a biztonsági övek használatát. Csatolják be, és állítsák feszesre biztonsági öveket. Kicsatolni a felülap felemelésével lehet. Most bemutatjuk az oxigénmaszkok és a mentő mellények használatát. Az oxigénmaszkok az ülések felett találhatóak zárt szekrényben. Ha csökkenne a kabin nyomás, a maszkok automatikusan keresnek. Miután az oxigénmaszkok megjelentek, rántsák maguk felé, ezzel aktiválva az oxigénáramlást. A gumiszalagok segítségével erősítsék a fejüket úgy, hogy orrukat és szájukat befedje, és lélegezzenek nyugodtan. Miután saját maszkukat felvették, segítsenek az arra rászorulókat is. A mentő mellények az ülések alatt található zárt vasakban. A mentő melléneket csak akkor vegyék elő, ha a légi utas kísérők erre utasítást adtak. Szükség esetén a mentő melléneket vegyék ki a tasakból, és bújtassák át rajta a fejüket. A hevedelt erről csatolják össze, és erősítsék a derekukra. A repülőgép elhagyása után rántsák meg a piros fület. Szükség esetén a mentő mellé ezen a szelepen keresztül is felfújható. A kisbabát mentő mellé még a gépekkel felfújni. Kérjük, tanulmányozzák az ülésebekben található biztonsági tájékoztatót. Üljenek hátra, és élvezzék a repülést. A nyári alak télen készül. Mi szeretné lenni az idei strandszezonban? Sellő vagy bálna? 3 tipp az álom alakért. Első tipp. Minden nap iktasd be a programodba 30 perc futást. Második tipp, kávédat vagy teádat cukor helyett édesítőszerrel fogyaszt.
harmadik tipp. Telefonos applikációk segítségével számolt ki az ideális testtömegindexedet, és folyamatosan kísért figyelemmel annak változását. Ezzel ellenőrizve, hogy jó úton haladsz el a cél felé. Döntöttél? Mi szeretnél lenni az idei strandszezonban? Sellő? Vagy bálna? Kedves emberek! A bálnákat folyton körülveszik a barátaik, delfinek, fókák, kíváncsi emberek, szexuálisan aktívak, és nagy szeretetben nevelik fel az utódaikat. Rettenetesen jókat szórakoznak a delfinekkel, és sok rákot esznek. Egész nap úszkálnak, és olyan fantasztikus helyekre is eljutnak, mint Patagónia, a Barents-tenger, vagy Polinézia korallzátonyai. Nagyon szép hangjuk van, még CD-ken is szerepelnek, lenyűgözőek. Nagyon sokan szeretik őket, és rengeteg rajongójuk van. Sellők nem. Ha léteznének, kettős személyiségük miatt terápiára kellene járniuk. Nő vagy hal? Nem lenne szexuális életük. Sem gyerekei. Gyönyörűek lennének, ugyanakkor magányosak és szomorúak. És mégis, ki akar olyan barát? Akinek mindig halszaga van. Kedves vendégeim, 10 percenet, tehát követően folytatjuk.
Isten hűségét vész. Kajat! Az úton mit elhetett. Pihenőt! Hadd tövis! Nem ejthet sebeket! Tupőnkben nem tépi mellem bőzi! Követ! Virágát, bajom, akadom, tavasznak emlékét magamba ringatom. Hulló eső csöpjét arcomon siratom, volna csak ünnep az iszonyú éj. Zengene csak dallam, álmatlan éjszakán, sodorha álom, hömpölygő habokon, vétkeim nyomorán, most földre roskadok! Fény arcomra ráfagyna a